Nagy örömmel köszöntök újra mindenkit. A házasságról, illetőleg párkapcsolat arany szabályairól szeretnék egy néhány dolgot elmondani, hogy segítsek esetleg abban, hogy jobban otthon legyetek bőrötökben, kapcsolatotokban, családotokban. Egyszer egy öreg kínait, aki az 50. házasság évfordulóját ünnepelte, és nagyon-nagyon boldog volt, megkérdezték fiatalok, hogy mit tettél, hogy a házasságod ennyire szép lett. Mire az öreg azt mondta, hogy ne azt kérdezzétek, hogy mit tettem, hanem azt, hogy mit nem tettem. Amikor a feleségemet megismertem, akkor gyönyörű volt. Olyan volt, mint egy nyíló virág. A lábai előtt hevertem, mert más volt, mint én. Soha nem mondtam neki, hogy változtasd meg a szívverésed ritmusát, a hangod színét, a gondolataidat, érzéseidet. A házasságot, mondta ez az öreg ember, a tisztelet teszi igazán szenté. Mindent megtettem azért, hogy megőrizzem ezt a lányt olyannak, amilyennek megszerettem. Egy kicsit erre szeretném majd kanyarítani az előadást, hogy különbözik a férfi és a nő. És ez néha egy kihívás is a házasságban. A megoldása nem az, hogy azonossá próbáljuk őket tenni, hanem ebből a különbözőségből harmóniát tudjunk megalkotni. Mondanék egy-két bevezető gondolatot. A világunk szeretetből van, Atya, Fiú és Szentlélek szeretetéből. Ez a világnak az alapforrása, az alapanyaga. Arra születünk, hogy szeressünk. És az ember akkor érzi magát jól a bőrében, ha ez sikerül. Minden olyan pillanatban, amikor szeretünk, érezzük, hogy helyemen vagyok. Igen, gyakran azt gondolom, hogy a kereszténység alaptanításait kicsit félreértjük. De nagyon sokan azt gondolják, hogy a kereszténység lényege az, hogy jó pontokat kell gyűjteni a Jóisten előtt, jó cselekedeteket, parancsokat be kell tartani. Van mindenkinek egy titokzatos ellenőrzője, Jóisten a piros pontokat, meg a feketéket is jegyzi, és aztán a mennyország kapujában ezt úgy megnézik, hogy kellő szintű jó pontunk van-e. Teljesen hamis elképzelés ez az Istenről és az életről. Isten nem egy ilyen kicsinyes tanító néni, aki ezt várná, hogy a gyerekek jó pontokat gyűjtsenek. Az Istennek nincs szüksége a mi jó cselekedeteinkre, abszolút nincs. Az Isten végtelenül boldog. Nem azért alkotta a világot, mert bármire vagy bárkire szüksége lett volna. Isten a lét teljessége, benne élet árad, örök szülés és örök születés. Nincs szüksége a mi jó tetteinkre. Hanem nekünk van szükségünk arra, hogy megtanuljunk szeretni. Hogy Isten szeretetébe beléphessünk, egyáltalán, hogy az életünk kiteljesedjen. Ez nekünk jó, nekünk kell. Értünk, kéri, könyörög az Isten, hogy tanulj meg szeretni, tanulj meg élni, tanulj meg szárnyalni. Ez értünk van, hogy az életünk kiteljesedjen. Azt is teljesen hamisan fogják föl, nagyon sokan azt gondolják, hogy a halál utáni tisztulás, ez valami utólagos büntetés. Itt a Földön néhány bűnünkért nem vezekeltünk kellőképpen, és odát egy 10 év sittet még az ember kap, hogy ezt valamilyen módon helyre tegye. Egyáltalán nem ezt tanítja a kereszténység, teljes félreértése. A halál utáni tisztulás megint csak nem egy ilyen utólagos büntetés. Már itt a Földön is azt látjuk, hogy az Úristen nem áll az ember mögött egy ostorral, és nem sújt le. Ha a bűneinknek van következménye, az nem azért van, mert az Isten lesújt, hanem azért, mert a világ igazságos, rendezett, gyönyörű, harmonikus, és ha nem e szerint élünk, akkor lassan falba ütközünk. Akkor lassan boldogtalanná válunk mi is, meg a környezetünk is. Nem kell az Istennek direkt mögöttünk ostorral állnia. A halál után sem.
ez nem egy büntetés, hanem a dolgok természetéből fakad, akkor tudok Istenbe belépni, ha szabad így kifejezni, Isten anyagába, amely szeretet átlépni, hogyha én is tiszta szeretetté válok, ha megszabadulok minden görcstől, minden köteléktől, lánctól, ami gúzsba köt. Ez a tisztulás, ez egy boldogító szenvedés. A hiteles egyéniségem jön elő, és végre megszabadulok attól, ami ezt gúzsba kötötte és eltorzította. Az életünk lényege tehát a szeretet, már itt a földi életben is, és oda át is. Ennek az egyik legalapvetőbb útja a házasság. Az Úristen ilyennek alkotta az embert, így mondja a Biblia, férfinak és nőnek teremtette. Az első asszony teremtését olyan módon mondja el a Szentírás, hogy az ember oldalából vett ki az Isten egy darabot. Ez azt jelzi, hogy az emberből hiányzik egy darab, a szíve közeléből. És a házasság és a szerelem az, amikor ez a darab visszakerül a helyére. Ez a seb begyógyul. A házasság és a szerelem a Biblia tanítása szerint egyé válás. Ez a seb, amit az ember átél és érez, akkor gyógyul be, amikor rátalál a társára, és ketten lesznek egy emberré, egy testé. Ez egyfajta definíciója a házasságnak és a szerelemnek a Biblia szerint. Egy gyönyörű, rendkívül mély definíció. Azt akarja elmondani a Biblia, hogy a házasság és a szerelem nem csak ösztönök parancsa, nem csak futó érzelmek, nem csak egy szerződés arra, hogy majd gyerekeket együtt fölnevelünk, hanem ennél valami sokkal mélyebb, sokkal elemibb, amikor két ember egyé lesz, két élet összefor, ketten egy emberré lesznek. Egymásnak adják a múltjukat, a jövőjüket, az örömeiket, a fájdalmaikat. Két élet lassanként összefor. A testi egyéválás ezt pecsételi meg, ezt ünnepli meg újra és újra. De ez a cselekedet akkor igaz, akkor van a helyén, hogyha valóban nem csak két test, hanem két ember egyesül. Egymásnak adják egész önmagukat újra és újra. A házasság egy hatalmas döntéssel kezdődik, egy hatalmas igennel, amellyel két ember egymásnak ajándékozza az életét. Talán lehetne azt is mondani, hogy olyasmi ez, mintha egy hófehér papírt ketten legalul aláírnának. Nem tudják még, hogy mi mindenre mondtak igent. Hogy a másik élete, a jelleme hogy fog alakulni. Milyen gyermekek fognak születni. Milyen nehézségek, milyen betegségek jönnek. Olyan, mintha ketten alul egy fehér papírt aláírnának. Egy hatalmas nagy elszántság, szerzetesi fogadalomhoz hasonló nagy önátadás. Tulajdonképpen lehetne azt is mondani, hogy egy gyarló másik ember meg sem érdemli ezt egészen, hogy valaki a totális életét, a teljes önmagát neki adja. Persze házas emberként jobb ezt mindig fordítva átgondolni, én sem érdemlem meg egészen, hogy ő az egész életét, egész önmagát nekem adta és nekem adja. A házastársi igent nem indokolja meg és nem alapozza meg egészen az a gyarló, véges ember. Ez nem csak neki szól. Ez az igen szól mindenek előtt az örök teremtő Istennek. A házastársi igenben ez is benne van, hogy tudom, hogy a világ szeretetből lett, az én életem is szeretetből sarjad. Akkor szép az életem, ha sikerül odaadnom. Őt kaptam az Istentől, hogy szerethessem, szolgálhassam. Ami rajtam áll, hogy az élete kiteljesedjen, azt mind meg fogom tenni. Ez az Istennek kimondott nagybetűs igen is. Ebbe kapaszkodik bele, ebbe illeszkedik bele a konkrét másik embernek kimondott igen.
Ez a két igen egymást erősíti. Az, hogy a házasság szentség, az elsősorban ezt jelenti. Nem annyira az, hogy az a szertartás, amivel indul, az egy szent szertartás, és Isten megáldja, erőt ad a házas párnak. Nem csak ennyit jelent. Sőt, nem is elsősorban ezt jelenti. Hanem azt jelenti, hogy valahányszor ketten újra egyek, akkor bennük és általuk valóságosan az örök végtelen Isten jelen van. Ez a hatalmas teremtői igen, az ő gyönge, gyarló emberi igenjükben újra és újra megjelenik, mint élő tabernákulumok, őt hordozzák a gyarló emberi szerelem színei alatt, a végtelen isteni szeretetet. Egy szép házasság az egy folyamatos Isten élmény, amelyben két ember átéli, hogy ott van a társamban, ott van közöttünk, maga a végtelen Isten. Ő segít át a mélypontokon. Egyik nagy titka, úgy gondolom, a házasságnak, ami egyébként a papi életnek is ugyanúgy nagyjából a titka, hogy az ember az igennyét, amit kimondott, soha ne vonogassa vissza. Soha ne bánja meg, hanem ebben szinte fanatikusan tartson ki. Ebben az igenben éljen. Azáltal lesz valaki boldog, ha szeret, ha az életét oda tudja adni. Vasadi Péter, egy katolikus költő, mondta azt, hogy kicsit szélsőséges megfogalmazás, és nem teljesen igaz, de tetszik nekem, mert benne marad az ember fülében. Azt mondta, hogy az, hogy mi az a házasság lényege, az talán a szelíd, bölcs öregjeink tudnák elmondani, akik egy egész életet végig küszködtek, szerettek a házasságnak ebben a szent kötelékében. És ha megkérdeznénk őket, akkor valami ilyesmit mondanának, hogy a házasság nem más, mint egyoldalú, nagylelkű, vég nélküli jó cselekedetek, egy életen áttartó sorozata, egyoldalú, nagylelkű, vég nélküli jó cselekedetek. A házasság lényege az, hogy odaadom az életemet. Várom a társat. Nyilván az ebbe az egyoldalúság, hogy nyilván az ember várja a társától ugyanezt. És igazi egység csak akkor van, ha mind a két oldalról. Ez a nagy lelkűség él. De azt gondolom, hogy abban nagyon jó ez a mondat, hogy mindenki azért felelős, amit neki kell megtennie. És a házasságok akkor újulnak meg, ha az egyik fél, nyilván lehetőleg mind a kettő, de ti mindig erre figyeljetek, hogy akkor tudunk megújulni, ha én megújulok. Ha én tudok nagy lelkű lenni, én tudok újra lépni, újra nyitni. A házasság egyé válás. Ennek különböző szintjei vannak ennek az egyé válásnak. Gyökösi Endre úgy hívja a házasságot, hogy házasság test. Ketten egy testé lesznek, egy közös szervezet, ami kialakul. És azt mondja, hogy egy érdekes, különleges szent vérkeringés indul el férj és feleség között, különböző szinteken. Ha valamelyik szinten a vérkeringés eltömődik, nem működik, mondjuk a testi kapcsolat valahogy kicsit kezd beragadni, megállni, akkor lassanként az egész test megbetegszik. Ezek a szintek rendkívüli módon összefüggenek. Gyökösi Endre három szóval magyarázza ezt a három szintet. Az első erosz, ami testi szerelmet jelent. Ez is nagyon-nagyon fontos része a házasságnak. Egyáltalán nem másodrendű. Emberben, az emberben test és lélek elválaszthatatlanul egyek. A testi szerelmet maga az Isten találta ki. Ezt ő álmodta meg, ő akarta. Ebben semmi szennyes nincs. Az Isten ezt gyönyörűnek és szépnek látta.
A Bibliának van egy könyve, az Énekek éneke, ami elejétől végéig szinte másról sem szól, mint a mennyasszony szépségéről, a testi szerelem dicséretéről. A testi kapcsolat olyan egy házasságban, mint egy erős beton alapozás egy háznak. Ha a betonalap elkezd repedezni, akkor elég hamar a falak is szétdőlnek. Vagy olyan is a testi kapcsolat, mint egy nagyon érzékeny jelzőberendezése a házasságnak. A testével a legtöbb ember nem tud hazudni. A testi kapcsolat nagyon pontosan jelzi, hogy két ember igazán hányadán áll egymással. Férfi és nő nagyon másképp élik meg a testi kapcsolatot. A nőnek rengeteg érzés, hangulat kell, hogy körülvegye magát a konkrét szexualitást. És ha ez nincs így, akkor a nő számára rendkívül nehéz. Egyáltalán nem természetes az, hogy a testét ajándékozza. Nagyon fontos, hogy a férfi ezt tudja, és megpróbálja ezt a hangulatot újra és újra a felesége számára megteremteni. Hogy a feleség érezze, hogy nem csak valamit akar tőlem a férjem, hanem engem akar, engem szeret, rám figyel. Gyökösi Endre mondta ezt ilyen módon, hogy minden este reggel kezdődik. Azzal, ahogy fölépítik a napjukat, ahogy összevillan a tekintetük, minden este reggel kezdődik. A férnek meg kell próbálnia újra és újra ezt a hangulatot megteremteni. Ha ezt nem tudja, akkor nagyon fontos, hogy a fejében legyen, hogy itt rendkívül veszélyes helyzetben vagyunk. A feleségemet a testi kapcsolat nemhogy közelíteni fogja hozzám, hanem egyre inkább távolítani fogja tőlem. Számára az ilyen hangulatban való együttlétek néha rettenetes nehézséget kint jelentenek. Hadd fogalmazzam meg ugyanezt, ezt most kicsit a férj oldaláról fogalmaztam meg, hogy fontos, hogy udvaroljon. Próbálom a feleség oldaláról is ugyanezt a különbözőséget megfogalmazni. Nagyon gyakran megtörténik, hogy a feleség valamint kicsit megbántódik. Hogy a férje nem olyan hangszínnel beszél vele, mindent elfelejt, ami a családdal kapcsolatos, állandóan késik, soha nem hoz virágot. Valamint a feleség kicsit úgy megbántódik, és igen gyakran egy idő után az a reakciója a feleségnek, hogy a testi közeledéseket, a férj részéről jövő közeledéseket hárítja. Nem gonoszságból, hanem kicsikét kínjában, mert ahogy mondtam, egy nőnek ilyenkor nem természetes a testi egyéválás. Igen gyakran a férj ebből, hogy egy ilyen falba ütközik, azt nem fogja megérteni, hogy itt mi a baj. Hogy a feleségem mitől szomorodott el, attól, hogy állandóan kések, attól, hogy valahogy a hangszínem nem jó, hogy nincs közös időnk, nem tudunk dolgokat rendesen kibeszélni. A férj általában nem tudja pontosan, hogy mi a baj. Igen, gyakran csak annyi rögzül benne, annyi világos számára, ő valahogyan így érti ezt meg, hogy már nem szeret. És akkor mindennek vége. Még annyira sem fog udvarolni, annyira sem fog tudni kedves lenni, közeledni, mint addig. Feleségeknek én ezt a tanácsot szeretném itt adni, hogy ha gondja van egy feleségnek a férjével, akkor a megoldás iránya soha nem az, hogy a kapcsolatot beszüntesse, hanem az, hogy a problémát próbálja megoldani. Ha kell néha egy kicsit a fülébe kiabálni a férjének, hogyha nem vennéd észre, szenvedek ettől és ettől világosan megmondani, hogy mitől. Szépen megkérni, hogyha ezen tudsz, légy szíves, próbálj kicsit alakítani, magadon segíteni. Nem az a megoldás, hogy a kapcsolatot beszüntesse. Ha elindul a házasság egy ilyen érzelmi fagyhalál felé, onnan nagyon nehéz visszahozni. Talán kicsit csúnyán megfogalmazva, a nő számára
A testi kapcsolat az egyik legfontosabb hely, ahol van esélye arra, hogy a férje lassanként az évek, az évtizedek múlásával az ő nőiességét, egyéniségét, lényét egy kicsit is fölfogja, megérezze, befogadja. Ha egy nő ezt a helyet föladja, akkor az egyik legfontosabb helyet veszíti el, ahol lett volna esély arra, hogy lassanként ők egyek legyenek. Régi katolikus erkölcs mondott ilyen csúnya megfogalmazásokat, hogy házastársi kötelesség. Úgy gondolom, hogy nem helyes ez a megfogalmazás, mert a házasság nem egy jogi szerződés, és nincsenek behajtható kötelességek. A házasság egy szeretett szövetség, ahol minden szeretetből, szabadon, örömmel történik. Azonban ebben az ősi középkori megfogalmazásban valami igazság mégiscsak van. És talán jó ezt fölismerni. Én úgy gondolom, hogy az benne az igazság, hogy a testi kapcsolat a házasságban nem jó, ha feltételekhez kötött valamivé válik. Egy kicsike jutalom, egy kicsi cukorka a férnek, hogyha éppen jól viselkedett. Úgy gondolom, hogy a testi kapcsolat egy nagyon természetes része kellene, hogy legyen a házasságnak. Ahol két ember azt éli át, hogy akkor is, ha van néha egy-egy rosszabb hetünk, hónapunk, akkor is, ha néha követünk el hibákat, azért az egységünk megbonthatatlan, megingathatatlan. A mi kettőnknek a szerelme olyan, mint a szikla. Ezt újra és újra át tudjuk élni. Ezt bizonyos értelemben nem kell kiérdemelni. Persze mind a két félnek mindent meg kell tenni, hogy amennyire tudom, kiérdemeljem. De bizonyos értelemben azt éli át két ember újra és újra, hogy engem így, ahogyan vagyok, a gyöngeségemmel együtt valaki szeret és elfogad. Ingyenesen, föltételek nélkül. És nagyon fontos, hogy ez a szikla a házasságnak az épületében ott legyen. A második szintje a szerelemnek görög kifejezéssel filia, ami baráti szeretetet jelent, szellemi szeretetet. Nagyon fontos, hogy a párkapcsolatnak legyen egy ilyen szellemi szintje. Két ember egymásnak jó barátja legyen. Tudjanak jókat együtt nevetni. Legyenek közös témáik, legyenek közös eszményeik, amiért együtt lelkesednek. Legyenek könyvek, amiket együtt elolvasnak, megbeszélnek, élményeik, filmek, amiket együtt megnéznek, tudnak róla beszélni. Tehát legyen a házasságnak egy szellemi szintje is. Ahogy mondtam, ezek a szintek nagyon összefüggenek. Ha egy házasságnak nincs egy ilyen szellemi pezsgése, nincs egymásra idő, nincsenek közös témák, nincs közös érték, ami lelkesít, akkor nagyon hamar a testi kapcsolat is rendkívül sivár lesz, kiüresedik. És megfordítva is igaz, ahogy mondtam, ha a testi kapcsolat befagy, akkor nagyon hamar a szó is elakad két ember között. A harmadik szintje a szerelemnek a görög nyelvben az agapé szóval fejeződik ki, ami Isten szeretetét jelenti, egy föltételek nélküli, nagylelkű, pazarló, végtelen szeretet. Ez is elemi módon szükséges a házassághoz. Nagy mélypontokon csak ez segít át Istennek a végtelen, megbocsátó, újrakezdő, újra teremtő szeretete. Ha tanácsot kell adni házas pároknak, akkor nekem az alap tanácsom az mindig az, hogy ne gondolják azt, hogy magától szép marad. Rengeteget kell érte tenni. A harmóniát mindig újra kell teremteni, és ehhez mindenek előtt rengeteg idő kell. Hetente egy este kettesben gyerekek nélkül. Akinek a kapcsolatában ilyen nincs, azt én nagyon javaslom, hogy akár a mostani 3-4 nap alatt találjanak ki egy napot a párok, péntek este 8, ez a mi esténk, rendezvú.
legyen beikszelve, legalább gondolatban, mind a kettő félnek a naptárába, hol egyik legyen érte a felelős, hol a másik, hogy mi lesz a téma. Gyújtsák meg a gyertyát, hozzanak süteményt. Hetente egy este kettesben gyerekek nélkül. Enélkül egy szép házasság nem tud működni. Enélkül két ember menthetetlenül távolodik. Hatalmas falak fognak közéjük nőni. Nem megy magától. Egy szép házasság két embernek szinte ember fölötti remek műve. Rengeteget kell érte tenni. Feleségeknek még azt hadd mondjam ehhez a közös estéhez, hogy nagyon figyeljenek különösen az elején arra, hogy lehetőleg a férj beszéljen többet. Ne azt érezze a férj, hogy itt egy panasz délután sorozat fog elindulni. A legtöbb férfi amúgy is nehezen beszél önmagáról, tehát ott ügyesnek kell lenni, hogy valamit kihozzon belőle a feleség. Azt gondolom, hogy a feleségként egy-két hónapig, ahogy beindul ez a közös este, nagyon arra kell figyelni, hogy én kérdezzek. És legyen 100-200 kérdésem, rengeteg sok, ne adjam föl túl hamar, próbáljam egy kicsit fölhozni a mélyből a férjem érzéseit. Amiről egy picit részletesebben szeretnék még szólni, ez a férfi és a nő különbözősége, amiből úgy gondolom, hogy sok nehézség adódhat a házasság folyamán, sok meg nem értés. Nyilván persze minden férfi és minden nő más, tehát ezek nem sémák akarnak lenni, amit mondok, hanem segítségek ahhoz, hogy jobban érezzük a másik reakcióit, vagy jobban értsük. Azt gondolom, hogy a legtipikusabb, legfontosabb különbség férfi és nő között nyilvánvalóan abból fakad, hogy a nő az, aki szül. A testében hordozza a gyermeket, nagy fájdalommal, de még nagyobb örömmel világra hozza, szoptatja. A nő fantasztikusan megtanulja azt, hogy mi van a gyermekben. Nagyon-nagyon érzi, mert szinte szimbiózisban él vele. Megtanulja azt, hogy minek örül, mitől sír, hogyan kell hozzá nyúlnom. A nő fantasztikusan ráérez arra, ami egy másik emberben történik. Az anyaság által a nőben egy óriási érzékenység fejlődik ki. Azt gondolom, hogy ez a döntő különbség férj és feleség között. Hogy a nő rendkívüli módon érzékeny, nagyon érzi azt, ami a másik emberben van, hogy mit gondol, jót akar nekem, vagy nem, hazudik-e nekem, vagy nem, boldogtalan, vagy nem, ezt egy nő fantasztikus módon érzi. Szavak nélkül is sejti, ami a másik emberben van. Például a gyerek jön haza iskolából, és valamit eltitkol, hogy egyest kapott, bántották. Édesanyja általában egyből megérzi, akkor is, ha a gyerek semmit sem mond. Az apa általában nem. Akkor se, ha focizott a fiával egy fél órát, neki ez nem tűnik föl. Nincs meg benne ez az érzékenység. Nagyon sok könyv azt mondja, és én is valahogy én ezt így érzem, hogy a férfi természetet mind a mai napig nagyon erősen meghatározza az a sok-sok tízezer év, ami a történelem előtt volt. Az úgynevezett ősemberi korszakában az embernek, amikor a nők egy kicsikét védettebb környezetben voltak, barlang mellett, sátor mellett, gyerekek között. A férfi pedig néha elképesztően nehéz helyzetekben kellett, hogy valahogyan túlélje, mamutra vadászva, óriási hidegben, rettenetes csatákban. A férfi úgy élt túl, hogy minden érzését elfojtotta. Úgy tudta ezt valahogyan kibírni. A fiúkat mind a mai napig valami ilyesmire tanítják. Ha egy kislány otthon sír, az nagyon aranyos, félcsalád összefut, azon valahogyan segíteni kell. Ha egy fiú elkezd otthon sírni, az egy idő után nem aranyos. Neki azt mondják, hogy az katona dolog, egy kisfiú ne sírjon. A férfi ezt tanulja meg, hogy lefolytsa az érzéseit. Egy kicsit külön mély bugyorban, egy külön fiókban kezeli őket,
Ennek van egyébként, nőként nézve valószínűleg ez egy abszolút negatív tulajdonság, van rengeteg praktikus előnye. Például autóvezetésnél, ha mondjuk nagyon veszélyes helyzet van, sokszor egy férfi fantasztikus hidegvérrel zseniálisan megoldja. Sokszor egy női vezető sikolt egy óriásit és elengedi a kormányt, mert érzések és gondolatok, meg a test és a lélek a nőben nagyon egy. Nincs így szétválasztva, mint a férfiben. Ilyen értelemben egy sokkal egészségesebb egyéniség a nő. Egy egybegyúrtabb. De ebből az is fakad, hogy a nőnél az érzelmek az egész lényét átjárják, a gondolatait, a mondatait, a tetteit. A nő nem tud hidegen gondolkodni, és nem is szeret, hanem minden gondolatában rengeteg érzés van. A férfi tehát ezt tanulja meg, hogy elfojtsa az érzéseit, és emiatt a saját érzéseit nem is nagyon ismeri. Nagyon nehezen tud róla beszélni. Nagyon sok feleséget ez rettentően idegesít, próbálja néha a férjét kérdezgetni dolgokról, és a férfi olyan szaggatottan néha egy-két tőmondatot mond, de különlegesebben ilyen dolgokról nem tud beszélni. Igen, gyakran egy feleség ilyenkor legyint, és azt mondja, hogy ez egy fatuskó, ezzel ilyesmiről nem lehet tárgyalni. Azt gondolom, hogy nagy hiba. A férfinek vannak érzései. Éppen olyan nagyok és hatalmasok, mint egy nőnek. Csak sokkal inkább el van rejtve, lefolytva a mélybe. Ha egy férfiből föltörnek az érzések, az néha félelmetes. Olyan, mint egy vulkán. Azt gondolom, hogy egy gyönyörű női művészet a férfit megszólaltatni. A mélyből ezeket az érzéseket lassan előhozni. Ez egy egész házas életre, egy 50-60 évre való nagy kihívás a feleségnek. Lassanként a mélyből a férjnek az érzéseit előhozni. A legtöbb férfi eléggé igényes abban, hogy kinek fog megnyílni. Nem könnyen megy, nem magától megy. Bizonyos értelemben ki kell érdemelni azt, hogy egy férfi megszólaljon, kinyíljon. A férfinek éreznie kell azt, hogy a feleségem tényleg érdeklődik. Ki fogja várni, ha nagyon szaggatottan, lassan mondom, nem vág közbe, szépen kivárja, és meg is érti. Egy kicsikét méltónak kell arra lenni, vagy méltóvá válni, arra, hogy lassan a férfi megnyíljon és kimondhassa önmagát. József Attila, mintha erről írna, amikor azt mondja, ó, mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt és a mindenséget. Egy gyönyörű női művészet a férfi lelkét lassan megszólaltatni. Azonban visszatérve ebből, hogy a nő nagyon érzékeny, a férfi pedig sokkal kevésbé, ebből nagyon sok nehézség fakad a házasság folyamán. Egy hasonlattal is szokták ezt érzékeltetni, a nőnek a bőre vékonyabb. Ez fiziológiailag is így van, de szimbólumként is nagyon jó. Sokkal több információ bejön a külvilágból, sokkal több mindent megérez. És sebezhetőbb is, érzékenyebb is, könnyebben megsérül. A férfinek a bőre, az egyénisége keményebb. Néha a férfi egy kicsit olyan, mint egy ilyen lomha elefánt, amelyik megmozdul a porcelánboltban, eltapossa a kisereget, talán észre sem veszi, csak utólag, amikor folyik a vér. Nem veszi észre néha a férfi, hogy fájdalmat okozott. Az egyéniségének a keménységéből fakad néha, egyszerűen úgy fordult egyet, észre sem vette, hogy fájdalmat okozott. Visszatérve tehát, a nő sokkal érzékenyebb, és rengeteg mindent megérez. Gyakran megtörténik, hogy a nő megbántódik valamin. A férj jó esetben észreveszi, hogy feleségem szomorú blógatja az orrát, de nem tudja, hogy miért. Hogy pont mit rontok el, pont mivel bántottam meg, a férj nem tudja. Igen, gyakran a nő ezen még jobban megbántódik. Hogy nem veszi észre.
figyeljen már jobban, szeressen jobban, és csak azért se mondja el, hogy jöjjön már rá. Azt gondolom megint csak, hogy nagyon nagy hiba. Egy feleség szeretné, hogy az ő nagyon bonyolult, színes, néha hullámzó, néha a férfi számára nehezen követhető, nagyon gazdag, gyönyörű érzelmi életét a férje egy kicsit is értse, egy kicsit is tudja követni. Akkor ezt állandóan jelezni kell. Bölcs, rövid mondatokkal kell jelezni. Nagyon sok nő úgy próbál jelezni, hogy szép, hosszú szófolyamokba elrejti a mondani valót, mert a nő udvarias, kedves, nem szereti drasztikusan megmondani valamit. Nem baj, ha egy nő sokat beszél egy házasságban, sőt, ha ilyen típus nyugodtan joga van ehhez, hogy sokat beszéljen, a férfinek úgy a kötelessége, hogy ezt sokat hallgassa. De úgy gondolom, hogyha a nő valami fontosat akar mondani a férjének, azt nagyon világosan, tőmondatban kell elmondani. Főként ezt, hogy minek örültem, és mi az, ami fájt. A nő szinte használati utasítást kell, hogy adjon önmagához a férjének. Hogyha így udvarolsz nekem, ennek örülök, ez jól esik. Ha pedig ezt csinálod, ez nem esik jól. Ezt, ha lehet, próbáld elkerülni. A férj ezekre magától szinte soha nem fog rájönni. Vagy nagyon sokára, rengeteg szenvedés után, 20-30 év küszködés után. Egy bölcs feleségnek úgy gondolom, hogy kezdettől, a házasság elejétől bölcsen jelezni kell ezt, hogy minek örülök és mi az, ami fáj. Különben nagyon hamar külön sínpályákon fognak futni, abszolút nem fogják egymást érteni. Egy másik alapkülönbség férj és feleség között. Talán esetleg még erről egy pár szót mondanék, hogy a nő számára az anyaságból az is fakad, hogy amikor megszületnek a gyermekek, az egész lényét betöltő hatalmas nagy élmény. Nyilván a férfi számára is óriási élmény az, hogy apa lett. De összesen hasonlítható a kettő. Ami a nőben történik, amikor édesanyává válik, az egész lényét betöltő, hatalmas, nagy, mindent elsöprő élmény, ami azt is jelenti, hogy a férje egy ideig egy kicsikét lecsúszik a családban a harmadik helyre, a baba érzelmileg a figyelem középpontjába kerül, sokkal több érzés és szeretet jut neki. Egy bölcs férfinek ezt abszolút értenie kell. Együtt kell lelkesedni a feleségével a kisbabáért, minden módon segítenie kell őt. Gyökösi Endre ezt úgy is hívja, hogy kettős terhesség. A nő hordozza a babát, a gyermeket, és a férj hordozza a feleséget, illetőleg kettőjüket. Ez néha az édesanyának is kicsit nehéz, rengeteget kell adnia a babának, testileg, fizikailag is megviseli őt. A szülés és a sokfajta fáradtság, virrasztás, tehát ő is nagyon sokat vár a férjétől, szeretetet, de nagyon keveset tud adni. A nő számára is egy nagy kihívás, de a férj számára is egy kihívás. Nagyon sokat kell adnia a feleségének, és egy kicsikét kevesebbet kap, mint addig. Bölcs férjként azt mondom, hogy gyönyörűen kell ezt végigcsinálni, ezt a másfél-két évet, amit a kisbaba betölt. De utána nagyon fontos, ahogy a kisbaba már olyan fél éves, egy éves körüli lesz, nagyon fontos, hogy a feleség visszabillenjen, és újra a férj legyen abszolút az első. Sajnos nagyon sok olyan párkapcsolat vagy házasság van, ahol kicsit megrecsent már a férj és a feleség közötti szerelem. És a feleség a gyerekben keres érzelmi vigaszt. Amit úgy érez, hogy nem kap meg a férjétől, azt a kisgyermektől várja.
Ez egy óriási nagy baj a kisgyerek számára is. Nagyon sok sérülés, ami pszichikailag egy gyereket érhet, az pontosan ebből fakad. Mert a gyerek azt megérzi, hogy az édesanyja boldogtalan. A legfontosabb személy, aki számára kezdetben szinte mindent jelent, az abszolút szikla. Érzi, hogy ez a szikla repedezik. És a gyerek nagyon-nagyon megijed, hogy mi ez a világ, ahol ő csöppent, ahol még az édesanyja is boldogtalan. És a kisgyerek azt is megérzi, hogy az édesanyja valami olyat vár tőle, amit ő nem tud neki megadni. És rettenetesen megijed. Vagyis a gyerek számára is az a legjobb, legfontosabb, hogy az édesanyja az apát szeresse, és boldog legyen. Nagyon fontos édesanyaként, ha a gyerek már olyan fél éves, háromnegyed éves, és valaki ezt érzi, hogy aztán nincs egészen rendjén, és nagyon sok érzelmem megy a gyerekre, és a férjemre nem nagyon jut, akkor tudatosan visszaállítani a sorrendet. Visszatenni a férjet a legelső helyre. Nagyon jó, ha ezt a gyerekek is látják. Például, hogy vannak olyan idők, amik csak a szüleimé. Néha van, hogy a hálószobájuk be van zárva, és oda nem tudunk bemenni. Az édesanyja az az apáé, nem a gyerekeké. Ez nagyon jó, ha a gyerek tudja és látja. Különösen a fiú gyereknek rendkívül fontos néha ilyen falba beleütköznie, hogy ne sajátíthassa ki az édesanyját. Egy fiú gyerek az lassan azonosul a férfi identitásával. Ez olyan, mintha lélektanilag egy titokzatos hídon menne át. Kezdetben a kisfiú az édesanyjával egy. Szinte szimbiózisban él vele, és kb. 2 éves korában kezd el rádöbbenni, hogy ő nem olyan, mint az anyja, hanem olyan, mint az apja. És neki lélektanilag egy hídon át kell menni a női identitástól a férfi felé. Ezért is van, hogy a lányoknak a női identitást elsajátítani sokkal könnyebb, sokkal kevesebb akna van itt, mint egy fiúnak a férfi identitást. Mi kell ahhoz, hogy egy fiú örömteli férfivá nőjön? Pszichológusok azt mondják, hogy 2 dolog kell. Az egyik az, hogy az apa hívja, vagyis jelen legyen az édesapa, szimpatikus legyen, jelen legyen a családban, át lehessen hozzá menni a híd túloldalán, álljon valaki, egy szimpatikus ember, aki őt hívja. A másik, ezt a pszichológusok így mondják, hogy az anya pedig küldje. Vagyis az édesanyja éreztesse azt a fiú gyerekkel is, hogy az, hogy a férj az egy férfi, az nekem öröm. A férfiből öröm származik. És akkor a kisgyerek megérzi azt, hogy férfinak lenni jó. Ez édesanyámnak is jó. Akkor én valami jó vagyok, könnyen azonosul a férfi identitásával. Ez rendkívüli módon múlik az édesanyán, hogy tudja küldeni a fiú gyereket át az apához. Éreztetni a családban azt, hogy az, hogy a férj az egy férfi, az a feleség számára öröm. És hadd mondjak el még egy alapkülönbséget befejezésül. Nagyon sok könyv beszél erről, és én is nagyon meg vagyok erről győződve, hogy a szerelem az egy titokzatos körforgás, élet, áradás, férj és feleség között. És ennek a körforgásnak az elindítója, a motorja elsősorban a férfi kell, hogy legyen. A testi kapcsolatban is ez így van, a férfi, aki ad, a nő az, aki befogad. De lélektanilag is valahogyan így van. Nagyon sok népszokásunk, rendkívül ősi emberi népszokások őrzik ezt. Például az, hogy a férfi udvarol. Ő kéri meg a lány kezét. Előreengedi, udvarias. Lesegíti a kabátját. Megvédi. Nagyon sok olyan család van, én palusz családoknál láttam ezt, ahol íratlan törvény az, hogyha kicsit is hangosabb szó van férj és feleség között, akkor mindig a férj kell, hogy először bocsánatot kérjen.
Ez valós családokban úgy van, hogy ha kicsit a hangerő fölment, akkor utána csönd. Van egy kis fagyás, és eltelik mondjuk 3-4 perc, kicsit úgy lehiggadnak, és akkor a férj oda megy a feleséghez, és azt mondja, hogy bocsánat. Nyilván ez akkor működik, ha utána rögtön a feleség is azt mondja, hogy bocsánat. És így indul tovább a normális dialógus. De úgy tartják, hogy az első lépést mindig a férjnek kell megtennie. Ez így lovagias, így szép. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon nagy titka a szép házasságnak. Az, hogy a férfi tudjon a párkapcsolatba energiát beletenni, a szívét beletenni, fényt vinni bele. Éreztetni a feleségével, hogy örül annak, hogy ő a felesége. Amikor hazajön, akkor valami sugározzon a férjéből. A feleség érezhesse azt, hogy a férjemben nem gyönyörködik. Én örömöt jelentek a férjemnek. Ha egy férfi erre képes, akkor a nő ettől szárnyakat kap, sokszorosan visszasugározza. Ha a férfi erre képtelen, és ahogy hazajön, semmi különösebb pozitív belőle nem sugárzik ki. Egy kis zárójelet hadd tegyek. A legtöbb férfi a munkájában, ha szépen dolgozik, nagyon kifárad. Egy dologra figyel, és abban eléggé ki tud fáradni. Ha hazaér, akkor általában nagyon szereti, ha egy úgy fél óráig csak a falat kell néznie, kanalaznia a főzeléket, és nem kell különösen a, mondjuk az egész napi történést így töményen végig hallgatnia. Kell egy kicsike pihenés. De férjeknek próbálom a lelkére kötni, hogy jó lenne minden nap úgy hazamenni, hogy szeretnék valamit adni a családomnak, a feleségemnek. Nagyon fontos, hogy egy férnek legyenek erre ötletei, hogy a kapcsolatunk mitől fog épülni. Találjon ki programokat. A legtöbb szép házasságnak az egyik nagyon világos jellemzője, hogy van benne egy olyan férj, aki szeret udvarolni, és tud udvarolni egy életen át. Ez néha férként nem is egészen könnyű. Kell, hogy a férnek legyen egy titkos kincsestára, ahonnan merít, és ahonnan tud a feleségének adni. Ezért is nagyon nagy kincs, ha a férj vallásos, és tud Istenből meríteni. Most lesz egy kicsi szabad időtök, méghozzá páronként, akik házaspárként vannak, erre kapnak lehetőséget, hogy kettesben beszélgessenek. Én javaslok két dolgot, amit kicsi levélként írjatok meg egymásnak, és utána erről esetleg egy pár szót beszéljetek. Tehát a cél nyilván a kapcsolatnak a átgondolása, tervezése. Az első egy rövid kis levél lenne, amit három kezdő szóval lehetne bevezetni. Az első kezdő szó legyen az, hogy köszönöm. És ide írjátok le azt, amit a másiknak őszintén szívből köszöntök, amit benne nagyon szerettek, ami az életetekből ő nélküle teljesen hiányzott volna, amit általa kaptatok. A második szó legyen az, hogy fáj. Itt próbáljátok leírni, hogy számotokra a házasságotokban mi az, ami nehéz, ami érzitek, hogy kicsit teher, megsebzi ezt a kapcsolatot. Lehet olyat írni, ami főként a másikból fakad, és nektek fáj, hogy ő ilyen dolgokat is néha elkövet, vagy ilyen tulajdonságai is vannak. De lehet építő önkritikát is gyakorolni, és beírni olyasmit, amit én rontok el. Tudom, hogy én terhelem meg ezzel a kapcsolatot. A harmadik pedig legyen ez a kezdőszava, hogy szeretném. Ott írjatok le egy-két dolgot, amitől úgy gondoljátok, hogy a kapcsolatotok javulhatna, épülhetne. Van erre tervetek? Itt is lehet konkrét dolgot kérni a másiktól, hogy szeretném, ha ezt mondjuk próbálnád javítani magadban, alakítani magadban. A jó házasságnak ez is egy nagy titka, hogy képes legyek fejlődni. Ne könnyedén mondjam azt ki, hogy én már csak ilyen vagyok, fogadjanak el ilyennek, hanem ember vagyok, aki tud fejlődni. Egy életen át egy jó ember állandóan fejlődik.
szeretetben, bölcsességben, sok mindenben. Nyilván vannak alaptulajdonságai, ami nehezen változtat. Ha valaki mondjuk lassúbb típusú, azt nem kell arra kényszeríteni, hogy egy hirtelen fölgyorsuljon, és megfordítva, aki nagyon gyors, azt sem lehet könnyedén lelassítani. Vannak ilyen alaptulajdonságok, de fontos, hogy az ember fejlődjön is. Tehát szeretném, mi az, amit kérek a másiktól, és mi az, amit én szeretnék a házasságba beletenni, hogy jobb legyen. És emellé lehetne egy kis lázgörbét készíteni a kapcsolatotokról, a megismerkedés pillanatától mostanáig, egy ilyen időszallag mentén ábrázolni azt, hogy hogy érzitek, mikor volt a legjobb, legéltetőbb, boldogítóbb a kapcsolat. Egy kicsit elgondolkodni, hogy miért, mik voltak ennek a nagy csúcspontjai, nagyon jó időszakai, és mikor voltak kisebb mélypontok, mitől csúsztunk le, mi lehetett ennek azokat. Tehát egy ilyen lázgörbével ábrázolni. Írjátok meg ezt a levelet, adjátok át egymásnak, egy pici időt hagyjatok a másiknak, hogy csöndben gondolkodjon rajta, és utána mind a kettőt kicsit magyarázzátok végig. És utána lehet aztán folytatni a beszélgetést szabadon. Az elején próbáljátok szép nyugodtan csak hallgatni a másikat, hogy megértsétek, mit miért írt úgy, miért olyan neki a lázgörbéje. És örülnék, ha a végén egy-két kicsi elhatározás születne, hogyan tegyük a kapcsolatunkat még szebbé, még boldogítóbbá. Jó beszélgetést mindenkinek!